Egy nagyon kedves vendéget üdvözölhetünk a stúdióba, Márton István zeneszerzőt, az Ukrajna érdemes művészét. Abból az apropóból, hogy nem olyan régen egy bomba sikerrel zárult egy hangverseny, ahol bemutatták a Márton István liturgikus szerzeményét, ami majdnem 50 éve ezelőtt lett megírva, és fantasztikus sikerrel előadva a Filharmónia együttes, szóval kamarakórus és a kamarazenekar előadásában. Thank you.
Ez az apropót, hogy találkozunk Márton Istvánnal, és az ismeretlen Márton Istvánról beszéljünk. Arról, amiről nem tudunk. Ami el lett hallgatva, meg hiányos a zeneszerző biográfia, szóval a életrajza. 65-ben nagyon boldogan megvettem a zenei lexikont, és minden kollégámnak mutattam, hogy a földi Márton István is benne van. És itt akkor azt olvashattuk, hogy Márton István, kárpát-ukrajnai magyar zeneszerző, 1923-ban született. És itt felsorolták, hogy annak idő, szóval abban az időben a Filharmónia művészeti vezetője is ilyen darabokat írt, hogy kárpát-ukrajnai suite, akkor szimfonikus kép, bölcsődal hegedűre, kamara, zene és dalok. Szóval ez egy nagyon hiányos kis felsorolás. Pótoljuk ezt. Kezdjük a Zsófia falvával, Munkács melletti Zsófia falvával, 1923, mikor születtél. Hát igen, akkor születtem Munkács mellett, ahogy mondod, egy kis faluban. Apám falu tanítója volt. Apám nagyon szerette a zenét, hát mint annak idején minden tanító, ugye kántor is volt, orgonán játszott, hegedűn is tanultak, hiszen akkor tanítóképzőben megkövetelték ezeket a tantárgyakat. Hát ő is ezeken a hangszereken játszott, és viszont korán észrevette, hogy valahogy nagy hatással van rám a zene, úgyhogy elhatározta, hogy minél korábban kezdjük. Milyen ütős volt Márton István? Hát négy éves voltam, amikor kezdtem játszani. Hát persze egy primitív dolgokat, de már orgonán befogott édesapám. Úgyhogy... És az orgona hogy került a templomba? Hát az orgona, annak érdekes története van. Apámnak volt egy ilyen ócska. Hát nem volt az ócska, csak most mai szemmel nézve ócska autó. Szóval az első típus, ami háború után megjelent az akkori Csehszlovákia területén. Na és mivel ez az autója megvolt, hát elhatározta, hogy például orgonát fog építetni a templomban, új orgonát. Ő egyedül gyűjtötte a tojásokat, meg különböző árut, mezőgazdasági termékeket, és bevitte a városba, ott megbeszélte, és eladta, és adakozásból aztán megszületett az orgona, később aztán fúvószenekar, aztán tűzoltók komandója is megalakult. Szóval énekart szervezett, hát nagyon szerette a zenét, és nagyon tevékeny volt. Akkor abban az időben a falu lelke, ugye az a tanító volt, hogyha olyan tanító volt, aki szerette. Igen, mint Márton Ferenc, ugye? Igen. Említsük meg. Igen. Aki szavalt is, orgonált is, igen. Zenekart vezetett. Igen, hát nagyon sokat szervezett. Kamara muzsikált, azt hiszem. Hát igen. Kedvet adott a fiának. És természetesen kedvet adott nekem is erre. Eleinte hát nem mondhatom, hogy olyan nagyon lelkesen csináltam a dolgot, de... Minden tehetséges ember lusta. Igen. Hegedűre is ő tanított először ott falun. Hát ez az egyik periódus az életemből. Akkor következett Munkács. Na és akkor aztán Munkács mellé várpalánkára helyezték át apámat, és akkor aztán jött a második periódus, a gimnáziumi periódus, amikor gimnáziumban jártam, közvetlen háború előtt. 44-ben érettségiztem, úgyhogy az... Na, nekünk nem ez érdekes, hanem mi volt az előtt? Nem, a zenei kapcsolatok is általában, hogy volt-e lehetőség akkor, mert úgy tudtuk, hogy addig nem volt azért zenei élet. Dehogy nem volt. Volt zenei élet. Nem mondom, hogy olyan méretű esetleg, mint ma. Ugye, hát már nálunk ugye sok minden van, elsősorban iskolák, zeneiskolák, és a zeneművészeti szakközépiskola, és ugye
viszont akkor privát emberek tanítottak, privát iskolák voltak. Viszont komolyan folyt a zenei oktatás, a zenei tanítás. Kinél tanultál? Én egy szlovák hegedűsnél tanultam, zongorán is játszott, és foglalkozott a zongorából is, Horácsek nevezetű. Igen, az egy híres iskola volt. Igen. Na és tulajdonképpen sok mindent köszönhetek ennek az embernek, mert amikor már így tűrhetően játszottam, akkor befogott engem kamara zenét játszani. Rengeteg kottály volt, nagyon szerette a kamaramuzsikát. Mi rendszeresen minden héten összejöttünk, ahol ilyen kamaramuzsikálás folyt. Hát ugye a közönség is olyan kamara közönség volt, az ismerősök, meg nem tudom, olyan családi szervezet volt ez a... Viszont a zeneismerettséghez egy nagyon jó alkalom. Igen, igen. Hát egy teja mellett ugye ott hallgatták a zenét, és mi pedig még természetesen, hogyha valamelyik helyen belesültünk, hát akkor újra kezdtük a dolgot. Szóval ilyen családias házi... Viszont volt házi... lehetőség sok zenével ismerkedni. Igen, házi muzsika. És lapról olvasni, ami egy nagyon fontos dolog egy hát zenésznek. Igen, hát ezt neki köszönhetem, aminek nagy hasznát vettem, mert aztán később, mivel jól olvastam lapról, hát bizony sok munkám akadt. Sokan akarták, hogy én kísérjem őket itt végig a zenés középiskolába különösen. Amikor az Árpád Fejedelem gimnáziumban volt azért ilyen együttes, amivel foglalkoztál, ahol kamatoztathattad? Igen, volt, mert ugye mondom, privát iskolák voltak, hát kinél tanult, de viszont össze lehetett szedni annyi embert, vonósok voltak ugye főleg, hogy egy ilyen kamarazenekar alakulhatott. Én azt megszerveztem, és mivel nem volt más ember ottan a tanárok között, hát én foglalkoztam ezzel. Voltak ilyen ambícióid? Igen, úgyhogy volt egy kis kamarazenekarunk. Elég. És mi volt a terv további? Azért gondoltál, hogy profi zenész leszel? Hát én mindig úgy éreztem, hogy profi zenész leszek. Hát ugye abban az időben a második világháború előtti korszakban, akkor már én nagyon gyakran voltam Pesten, amikor csak tehettem húsvéti vakációra, karácsonyi vakációra, a rokonoknál elhelyezkedtem ott Pesten, és jártam a rengeteg koncertet. Már a zeneművészeti főiskolára is bejártam, mint zeneszerző, már akkor már írtam az első darabjaimat, azt be is mutattam. Igen, szóval ez az egyházi zene akkor íródott? Akkor kezdődött, igen, és 44-ben íródott, és akkor közben jött az a háború. Tudom, hogy az Ave Maria az még 42-ből. Az 42-ből, igen. És utána, háború után, aztán befejeztem 45-ben. Igen, a nézők is majd meghallgatják a zenét, és meg tudják állapítani, hogy ez egy egész európai zene, hát, modern harmóniával. És Márton István már akkor ilyesmit tudott írni egy 20 éves fejjel? Hát már akkor sok zenét hallgattam, és különböző zenéket, úgyhogy mai szemmel nézve ez már nem olyan túl merész, modern darab, de viszont értem, abban de az időben... Abban az időben ez nagyon szép zene. Hát igen. Most is megcsodálják, és nagy-nagy sikere volt a darabnak. Hát, ez örültem. Azt mondja, hogy akkor abban az időben már Márton István egy ígéretes tehetség volt, és mi gátolta meg aztán a zenei karrieredet? Hát tulajdonképpen úgy hozta a sors, ugye, hogy ez a háború lezajlott. Hát háború után aztán teljesen más típusú élet kezdődött, akkor szervezték az első zeneiskolákat, szimfonikus zenekart, műkedvelő zenekart, én szerveztem ottan. Emlékszem, hogy mikor adást készítettünk a Munkácsi Szimfonikus Zenekarról, a Működbeli Szimfonikus Zenekarról, akkor szóval volt róla szó, hogy az igazgató, a Spitzer Manó bácsi, igen, és Márton István, igen, voltak azok, akik ott voltak a bölcsőnél. Igen. Azok ringatták az gyereket. Hát azt hiszem, hogy ott volt akkor alkalom a színháznak is írni zenét, mert igen, a Munkácsi Színház akkor már... Akkor működött egy ilyen műkedvelő társulat, és azt már államosítani akarták, úgy, mint az ungvári társulatot is.
és ott egy ilyen kisebb zenekar volt, de aztán egy időre valahogy ez megszakadt, ez a kapcsolat a vezetőséggel, és megint elhúzódott egy kis idő, de az, akkor már nem voltam Ungváron, vagyis Munkácson, hanem Ungvárra átjöttem 48-ba, úgyhogy már azzal nem foglalkoztam én ott Munkácson. Na most én arról is tudok, mert földiek vagyunk, hogy Márton István egy híres harmonikás volt annak idején, ez biztos. Én hát tudom, hogy Pesten is voltál versenyen. Igen, volt egy ilyen harmonika verseny, ahol részt vettem én is. És mit adtál elő? Hát előadtam egy saját darabomat, ilyen virtuóz keringőt, és hogy mit még, az arra már nem emlékszem. Csak szintén. És a harmonikának köszönheted azt is, hogy a zeneművészeti iskolába Ungváron aztán taníthattál? Hát igen, mert tulajdonképpen akkor nem volt kinek, nem volt kit alkalmazni erre az állásra, és mivel én ezen a harmonikán játszottam, de viszont a volt egy harmonika művész? Igen, igen. Bár ilyen gombos harmonikán tanítottam, Baján. Ez volt a Baján, ugye, az orosz népi hangszer, de hát a lényeg mégiscsak egy volt, úgyhogy ezeket neveltem, mai nap is még dolgoznak Munkácson pedagógusok, akik akkor nálam kezdték. Igen, de volt egy híresebb na hát növendék. Volt egy nagyon jó növendékem volt, Stankovics Zsenya, ahogy mindenki ismeri, most már nagy nevű zeneszerző, Ukrajna legjobb zeneszerző között van. Na hát az is nálam kezdte. De aztán én láttam, harmonikán. Azt láttam, hogy milyen tehetséges fiú. És Márton István szerzett egy csellót. Igen. És megkérte az igazgatót, hogy azért egy ilyen tehetséges gyerek azért tanuljon. Nem harmonikán, igen. Hanem csellón. Na hát így tanult aztán csellón. Úgy fejezte be a zeneművészeti szakközépiskolát, és a konzervatóriumra így vették fel, mint csellistát. És azt is befejezte, azt már két szakon, cselló és zeneszerzés szakon, mert akkor már írt zenét is. Ha jól tudom, először Moszkvába került, csak azután majd Lembergbe, és zeneszerzést folytatta a tanulmányait, mint zeneszerző. Igen, igen. Na de elindítottad mint zeneszerzőt is, mert emlékszem. Hát persze, paralel, mint zeneszerzőt is, ugye képeztem. Nagyon tehetséges fiú. Na most, egy nagyon elit társaság volt a tanárok közt. Erről légy szíves, beszélj. Hát elsősorban ugye kit kell említenem? Zádort, aki igazgató, képzett, nagy tudású ember. Dezső. Zádor Dezső, aki Prágában tanult, ott végezte a konzervatóriumot. A Zeneakadémiát. Na, ő folklorista is volt. Karmester is nagyszerű volt. Remek kapcsolat volt Bartók Bélával is, levelezett. Igen, levelezett vele. Na és ugye háború után szintén hazajött Ungvára, és folytatta a munkáját. Itten, mint tanár, zenetanár, zongorista. És ugye, mint kollega, segíthetett neked az a hát igen, én ugye, amit írtam, hát megmutattam mindig neki, mit szól hozzá, és nagyon örültem, ha tudott segíteni rajtam, általában tanácsokkal, ugye. Nagyon jóban voltunk. Kit volt még? Lengyel Zsiga bácsi. Az is jól értett a muzsikához, hogy úgy mondja. Én emlékszem, hogy négykezeseket játszottak. Hát igen, igen. A diákok lesték, hogy lehet improvizálni. A két tanár hát bemutatta. Is, a legmagasabb szinten az improvizáció. Na hát Istenem. Na hát volt az is. Hogy egyetlen profi zeneszerző volt Márton István Kárpátalján. És így minden rendelés hozzáfutott be. Igen, hát 53-ban felvettek a Zeneszerzők Szövetségében, és ez ennek jó oldala is volt, meg rossz oldala is, mint általában így szokott lenni az életben. Jó volt, mert miért? Mert mégiscsak elismert zeneszerző lettem, hivatásos, azt számított általában, aki tagja a Zeneszerzők Szövetségének. Sőt, azért a hangszerelésekért hivatalosan pénzt kaphattál, ha keveset is, 40 igen. Kopeket egy taktusért. Igen. Igen, de azért igen. De megfizetik a munkát. Szóval. Igen.
Na de ugyanakkor rengeteg... És hébe-hobba volt rendelés is? Ugye? Igen, de társadalmi munka az akadt elég, ugye. Sok zsűrizés, meg minden, befogtak mindenhova. Márton István nélkül nem volt egy zsűrise. Igen, hát akkor fiatalabb voltam, hát bírtam és győztem azokat a hideg termeket, amit télen át ugye elszenvedtünk. Na, úgyhogy ez mondjuk volt a rossz oldala. A rossz oldala az is szerintem, hogy túl sokat vártak tőlem, azaz mindenhova kellett írnom, különböző együttesek részére. Nem beszélve arról, hogy a Filharmóniában működő népi együttes, az is népi kórus elvárta, hogy írjak, úgyhogy rettenetesen be voltam fogva. És ez első időben főleg népdalfeldolgozás volt, ugye főleg? Lassan-lassan Márton István ismert zeneszerző lett, és több állami kitüntetést is kapott. Szóval, de amellett azért
az idejét lefoglalták, az, hogy mégis kis rendelésekkel, ilyen zsűrizésekkel, akkor amatőr zeneszerzőkkel kellett állandóan foglalkozni. Minden dátumra volt kiírva egy verseny, és akkor meg kellett Márton Istvánnak állapítani, meg kikorrigálni azokat a hivatalos dalocskákat, és megállapítani, hogy melyik a jobb. Ugye? Igen. Közben ugye volt rendelése pár dal is. Természetesen, más. Természetesen. Na és ezt én emlékszem, hogy ezek a nagyon szépek voltak, ezek a számok, melodikusak voltak, és őszinték voltak, ugye? De amellett ugye, hát zeneileg most már nem annyira érdekesek. De viszont akkor született egy csomó kamarazene is, kamaramuzsika. Természetesen. Hát ugye ott aztán nem mondhatom, hogy rendelésre írtam. Egyszerűen, ha volt időm, akkor valamivel belekezdtem, főleg abból indult ki az ember, hogy kinek a részére, ki az, aki elő igen, tudja igen. adni. Mert mit érek azzal, hogyha megvan írva, mint most is ez közel 50 évet feküdt a fiókomban, ugye? És akkor most már érett a helyzet arra, hogy merészebb intonációi dolgokat előadjanak, mivel van egy nagyszerű énekkarunk, ugye egy kamaraénekkarunk és egy kamarazenekarunk. Hát hiába előadók nélkül nincsen semmi. Na és így akkor a fölkérése sok-sok darab született, ugye akkor azt tudjuk, hogy Pafuvósok részére lett írva egy szvit. Igen, hát két szvit is, három, még a harmadik egy négy trombonra írt darab. Ami négy harsonára. Négy harsonára, amik ilyen könnyebb anyag, úgyhogy diákok, igen, de elég modern harmóniával. Akkor a rezesek? Külön fafúvós és külön rész együttesre írt, ötöst írtam. Ezek a 60-as években születtek akkor a hegedű darabok, mert volt egy csomó tehetséges hegedűs is, ugye? Igen, hát a novelletta. Itt kamatoztattam azt, amit tulajdonképpen a hegedű tanulással elértem Munkácson még, mert én aztán abba hagytam a hegedűt, és maradtam a zongoránál, az orgonánál, viszont szeretem a hegedűt, és most dicsekvés nélkül elmondhatom, hogy akik játszották a darabjaimat, hát olyan szempontból is meg voltak elégedve, és szívesen játszották, mivel feküdt. Igen, hegedűszerű volt. Hegedűszerű, és mert én éreztem, hogy írjam azt, hogy uh-huh. az kényelmes legyen. Sőt, ugye megjelent akkor az altatódal. Igen. És egy szkercó. És egy szkercó. Az igen. már egy modernem harmóniával volt igen, is. Igen. Igen. Az... Ennek a folytatása akkor a szimfonikus zenekara írt darab volt egy induló felszabadulás volt az a címe, és igen. így ezt el is vittük Kijevbe, mikor egy ilyen szemle volt. Szóval ez az induló tulajdonképpen egy ilyen ünnepi induló volt, aminek tulajdonképpen azért íródott, mert volt valami nagy jubileumi koncert, és felkértek arra, hogy írjak valami ünnepi zenét. Igen, el is vittük Kijevbe, és nagy sikerrel előadtuk, igen. csak hát volt egy keresztapa, és akkor adott egy nevet. Na igen, nekünk. Szóval ennek nem az a címe volt, hogy felszabadulás, de hát az a keresztapa, persze nem mafiára kell most gondolni. Igen, de eddig Márton István és Sztyepán Fjodorovics Márton igen. néven futott. Igen, igen. Hát még egy évvel ezelőtt azért nekem igen. a forgatókönyvben kihúzták, hogy Márton István hát, olyan nem létezett. Igen, hát én mindig... A kiadók azért itt Márton István néven azért adták ki a kottát, és akkor lassan megjelentek az első darabok. Itt van a Bölcsődal. Kertős, a Bölcsődal. Akkor a nép a kórus részére írott számok is megjelentek.
ez egy bizonyos rangot adott zenében, hogy egy elismerést. Persze. Hát, megjelenhetél minden kongresszuson. Igen, és óriási jelentősége volt az, hogy mégiscsak az állam nagyon sokat áldozott a zeneszerzők munkálkodására. Igen. Ebből nem sokat kaptál? Hát tegyük fel, aki ott volt a húsos fazeknál, persze, hát az jobban hozzájutott. Sajnos ebből nem sokat kaptál. Nem? De viszont rengeteg lehetőségem volt, különösen az elején, mint fiatalembernek utazni Moszkvába, mert már tagja voltam a Zeneszerző Szövetségének, és akkor finanszírozták az egészet, az utat, mindent, az ellátást. És akkor nagyon sokat jártam, bemutattam ott a műveimet Kabalevszkinek, Fere zeneszerző, sok más zeneszerző is hallgatta a dolgot is. Ugye megbírálták, segítettek, tanácsot adtak. Vagy esetleg meggátoltak. De hát volt olyan is, ugye, hogy nagyon későn jöttem rá, amikor megmondták, hogy nagy ellenségem volt, és megfékezte a tevékenységemet. Hát ilyesmi is, hát ez természetes dolog, hogy ez is van. Uh-huh. Na, de lényegében sokat adott. És ki volt ez a jó akarod? Hát tudják a nézők is. Hát Homoldyáka volt. Igen, aki írta ezt a Kárpátaltúri szvitet. Igen. És neki is ez egy konkurencia volt a Márton István, aki sokkal jobban ismerte azért a igen, kárpátai zenét, és a lelkét közelebb érezte, mint egy zeneszerző, aki felhasználta a szép melódiákat is. Igen, hát ő felhasználta a témákat, ugye azok népi témák voltak, de én úgy jellemeztem őket, és valahol elmondtam egy társaságban, hogy úgy néz ki, mintha mikor egy hegyi lakó frakba öltözik. Az a hegyi lakó, aki bocskorban jár, és ugye havasi kürtöt használ, meg nem tudom mi, ezeket a hangszereket. Tehát egy kicsit ilyen ellentmondó zene volt, mert a téma az mondjuk kárpátaljai téma volt, de viszont a hozzáállás és a feldolgozása annak a témának, az pedig olyan klasszikus hangzású darabnak. Na és ez a fülübe jutott, és akkor ezt nehezen tudtam megbocsátani nekem. Pityuba, annak idején sokat tettél a magyarságért. Hát, egész biztos. Amennyit tehettem, ugye? Hát. Abban kezdődött még Munkácson, a gimnáziumban, és azt folytatódott már háború után is, ugye? Természetes. Emlékszem az 50 éves jubileumi koncerteken, elő lett adva a Petőfi Sándor műveiből komponált igen. dalok. Igen. Azon kívül? Hát ugye Petőfitől megy a Jóel Szamáron, azt írtam meg. Búsulnak a virágok. Búsulnak a virágok. Népdal feldolgozásokat, szóval én, amikor valahol szerepeltünk ilyen közös koncerten, nem csak szerzői esten, mindig igyekeztem, hogy valami legalább egy vagy két darab legyen magyar tőlem. Ezt az egy vagy két darabot meg is engedték, ha Petőfi Sándorról volt szó. Hát persze, hogy megengedték. Megengedték. Akkor most, mikor megalakult a Filharmóniában a Kamara Együttes, akkor egy nagyon jó húzás volt, hogy Márton István lett a művészeti vezetője, mert magyar ember lévén azért ő a legjobban értett az ilyesmihez is. Ízlése szerint formálta a repertoárt. Erről légy szíves. Szóval a Kamara Együttesünkről, a Magyar Kamara Együttes. Hát szóval itt régi vágyam valósult meg, mert már régen szerettem volna magyar népdalt feldolgozni, de azt... Profi, klasszikus alapon. Igen, klasszikus, komoly zenei alapon, de mégse annyira száraz nyelvezettel is van, hogy ne legyen elvontság bennünk, szóval ez a modernizmus ne legyen csak azért, hogy modern legyen, hanem egy természetes zene legyen, és én, amit terveztem, én azt keresztül is hittem. Induláskor egy nagyon jó előadógárda igen, volt, igen. Na és emlékszem, hogy még az első évben az együttes elment Cserkászéba, és akkor annyira tetszett a zsűrinek a Márton feldolgozások, hogy rögtön egy címet is kapott az együttes. Igen, szóval díjnyertes együttes lett, megkapta azt a nem tudom, a hanyadik helyet, és ez jól jött nekünk is. Viszont, kezdés meg lett könnyítve. Igen, meg lett könnyítve. Na de viszont ugye... Mi volt a cél? A cél tulajdonképpen mégiscsak az volt, hogy megszerettetni a zenét,
egy ilyen szándékosan misszió. Nem mondtuk, hogy ez komoly zene, meg nehogy elijesszük a népet. Egy pár címet légy szíves, mondja azokból a műsorokból. Hát szóval kezdetben. Tiszta forrásból, ugye, ez tiszta népdal estót. És végigjártátok az egész Kárpátalját? Igen, főleg iskolákban adtunk koncerteket. Akkor aztán... És ez egy Petőfi, esemény volt? Igen, Petőfi és a zene, az is egy ilyen koncerttéma volt. Mostan a Szovjetunióban élő népek zenéje. Igen, ez a későbbi műsorok azért már kevésbé sikeresek voltak. De hát emlékszem a Kurusz nótákról. Na igen, volt egy Rákóczi jubileum, és akkor mivel ez forradalmi téma volt, ez igen, is meg lett igen, engedve is. Igen. És így akkor... Igen. Na, csak a lényeg annak az, hogy amit szerettem volna elérni, hogy közkedvelt legyen ez, és közérthető, amellett nyívós dolog. De azóta gyakran szerepelt az együttesen Magyarországon, és el kell mondanom, hogy ott is sikerrel szerepeltek. Igen, sajnos iskolában. Lesorvadt az együttes, vonós ötösről lesorvadt. Hát most már csak vonós négyes, ennek is megvan az előnye és a hátránya. És beférünk egy buszba, annyi az előnye. Szóval jobban férünk el, az biztos, hogy ez az előnye. Na most akkor... Tudom, hogy mikor megalakult az Ungvári Kamarazenekar, akkor az is egy nagyon... Szóval már az is, hogy a zeneművészeti szakiskolában, mikor megalakult a kamarazenekar, akkor már mi is jöttünk Márton úrhoz, és kértük, hogy azért mi is kapjunk valami szép zenét. Hát igen, írtam én két divertimentót, aztán magyar szvittet, ahol
egész vicc a magyar népi témára volt megírva. Akkor... Emlékszem, a klasszikus variációkkal nagyon sikeresen szerepeltünk. Igen, klasszikus variációk. Az tulajdonképpen azért kapta ezt a nevet, mert stílus, a stílusa olyan volt, hogy olyan klasszikus zenéhez hasonló stílusban, tradicionális felépítésben a variáció sorozat. Hát ezért adtam ezt a nevet. Harcsály József vezényletével ez a kamarazenekar aztán elvitte ezt a darabot, meg az orgona darabot Kijevbe, ugye? Igen. És a Közszársági Szemlén díjat is nyert a kamarazenekar. Igen, igen, igen. Na, akkor, mikor, most arról is beszéljünk, hogy Ungváron a Filharmóniában felállítottak egy orgonát. Igen. Márton István akkor is segített, hogy az orgona megszólaljon, és darabokat is írt. Milyen darabokat? Most már erre az új orgonára bizony célzó. Hát igen, akkor írtam Passacaglia-t, vonózenekarra, orgonára és vonózenekarra. Igen. Azt tudom, hogy egy híres szovjet művésznek dedikáltad a Kottát, és ő volt az első előadó. Igen, Gary Grotberg, moszkvai orgonista, aki szintén támogatott és buzdított, hogy írjak. És ő előadta már. Előadta, ugye, hogy látszik itt is a plakáton Moszkvában. És több szovjet. Több szovjet városban, sőt külföldön, Magyarországon is, Finnországban. Bocsánat. Sok, hát elvitte sok helyre ezt a darabot. És azután Viszics Natália játszotta. Igen, Viszics az orgonistánk, aki egy kis orgonán kezdte itt Ungváron, aminek külön egy története nagyon érdekes téma, mindjárt arról is beszélünk. Igen. És ki lehet adva, Moszkvába ki lehet adva a másik orgonaműved is. A Tokáta. A Tokáta, szóval egy orgona szóló. Igen. Ezt a zenét is előadták máshol. Hol? Igen. Hát ez is, amerre járt Grotberg, hát mindenütt játszotta. Én arról tudok, hogy tavaly Budapesten a tavaszi fesztiválon is elő lett adva sikerrel. Igen. Ott Máté keresztnevét hirtelen nem János. Tudom. Máté János adta elő a tavaszi fesztiválon a Kálvin téri templomban. Igen, és a műsor füzetet láttam, hogy nagyon illusztris társaságban volt Márton István. Oda kerültem, ugye Bach mellé, meg Liszt mellé, úgyhogy hát nagyon rangos helyre kerültem a plakáton. Na, és apropó az orgona. Te, mint orgonatanár is. Hát igen, mert tulajdonképpen ez az, akit említettünk most, a Viszicset, az egy hölgyről van szó. Natália Viszics. Natália Viszics. Hát nálam kezdte az orgonatanulást, és akkor, amikor Kijevbe mentem a konzervatóriumba tanulni, mert zongorista volt egyébként, folytatta tanulmányait, és akkor már mire elvégezte a konzervatóriumot, akkor mint zongorista is, és mint orgonista is. Igen. Működött. És ez a kis orgona ékesítette a koncerttermet a zenedében. Igen. És mi megéltünk egy ilyen szégyenletes eseményt, mikor Kijev elvitte ezt az orgonát. Igen. És hát szóval meg is mondhatjuk, hogy kiről van szó. A Arszenyi Mikhailovics Kotlyarevszki professzor megiratott egy ilyen szégyenletes cédulát, hogy Kárpátaljának nem kell ez az orgona. És így aztán el lett víve Kijevbe. Igen. És ott, mint gyakorló orgona, ott ki van állítva a... Igen. Hát ez sajnálatos, mert akkor, amikor még itt tanultak a tanítványom, egy több tanítványom volt, csak ez a Viszics az egyetlen, aki annál maradt az orgonánál. Hát azon a kis orgonán játszottak, ugye, de mégiscsak az alapokat megkapták azon is, volt mind játszani, volt mind gyakorolni. Azt hiszem, hogy még Händel muzsika is megszólalt. Igen, igen. Ezen az orgonán. Igen, munkáról, munka himnusza, vagy
milyen címe van Händelnek, egy oratórium. Abból részletet adtunk elő, énekarral, zenekarral, vonózenekarral és orgonával. Na hát nagyon sajnálom, én arról nem is tudtam, akkor talán azt hiszem, hogy nem is voltam ott, amikor szétszették az orgonát és elszállították Kijevbe. Viszont épült aztán egy nagy orgona nálunk. Igen. Csak ezt nem kárpatolja azt, hogy egy Zsófia falvi orgona Kijevbe igen, van. Igen, hát az a baj. És nem keletet Kárpátaljának. Igen, hát sajnos, hogy így jött ki, de hát igen, ez elég szégyenletes. Mikor szóval a Ungvári Kamarazenekar részére is több darab készült, és egy szopránó és kamarazenekar szóló darabról szeretnék hallani. Igen, hát például engem akkor, ahogy már mondtam, inspirált sokszor a zeneszerző kongresszusát hallva, sokszor kedvem kerekedett valami olyan dolgot írni, amit még itt nem írtunk, és szóval amennyire tellett erőnkből, hogy azt... És tehetségemből, és az előadóktól, hogy valami olyat teremtsünk, ami nívós dolog. De így született ez a kantáta szóló, szoprán szólóra, vonózenekarra. A címe Gondolatok a Lenin szobornál. És ez nagyon érdekes volt, mert már akkor nagyon merészen írta meg ezt Jurij Skrobinets, aki neves műfordító, ukrán költő, de rengeteg verset fordított ukránról, vagyis magyarról ukránra, és eredeti verse is vannak magyar nyelven. Elég az hozzá, hogy ezt a címet választotta, hogy Gondolatok egy szobornál, és ott bizony elég merész kritikai gondolatok jöttek az már a költőnek eszébe, amit lefixált, és viszont én pedig, mint... És elég merészen, lett megoldva harmóniailag. De és természetesen, hogy van, az, ja, igen, vonózenekar, és két vadászkültőre írtam, még akkor volt vadászkültősünk is. Úgyhogy azért lehetett írni érdekes dolgokat. Apropó, annak idején Skrobinetszel együtt megjelentették a Bartók kottákat. Igen, az tulajdonképpen Magyarországról, nem tudom, a zenemű kiadótól jöttek, igen, hogy már ki, már nem emlékszem. És olyan céllal, hogy valami kapcsolat teremtődjön Magyarország és Kárpátalja között. Közös kiadást adjanak, stb. Hát én ajánlottam azt, hogy Bartók egynemű karait, hogy azt fordítsák le ukránra, és viszont Magyarország részére pedig Leontovics feldolgozásokat ajánlotta. Az meg is jelent, viszont a jogot megvette Kanada, vagy mi, szóval a lényeg az, hogy az, úgy, ahogy megvették, el is tűnt rögtön ezek a Bartók kórusok. Viszont a zenészek hálásak, hogy van ilyen kotta is. Hát van, Márton igen. István ebben is segített, Skrobinetszel. Hát igen. Igen. Na most nagyon sok szép zene a műkedvelő együttesekhez került. Én emlékszem, hogy ökörmezőből, egy hiteles anyagból egy csodálatosan szép ilyen tánckompozíció lett. Na Kecserci, az a címe. Igen. A Kicsera hegyén ilyesféle fordításban ilyen címe van. Thank you.
Hát szóval lényegében itt megint csak azt tudom ismételni, amit talán nem fejtettem ki eléggé, hogy ha népi zenéhez, népi dallamokhoz folyamodtam, akkor azt szerettem volna egy bizonyos magaslatra emelni. Szóval nem olyan feldolgozásokat, ami nagyon egyszerű, és szerettem... Egy szebb keretbe tenni. Egy szebb keretbe tenni, meg is érdemli, és elemelni azt a népművészetet, amennyire tőlem tellett, kellő magasságra. Na, és ez sikerült is. Sokan elcsodálkoztak rajta, mert szokatlan dolog volt ez itt nálam. Én emlékszem, hogy harmoniailag is érdekes volt, és sőt, problémák voltak a karmestereknek, mert volt azért modern megoldás. Igen, és szóval nehéz volt előadni, de viszont elő is adták mégiscsak azért, csak előre tört az ember. Ilyen balladákat írtam, amit már említetted, szintén, ami elég nehéz. Na most a magyar kórusuk részére írtál a zenét? Írtam, de meg kell, hogy mondjam, hogy akkor magyar nyelvű kórus nagyon kevés volt. Volt, de a színvonaluk nagyon. A színvonaluk alacsony volt, nem volt magyar nyelvű jó karmester, mint most például Pál Lajcsi, aki Péterfalván nagyszerűen vezeti a magyar énekart, és már nagyon nívós. És most, neki is csak most adtam át egy fél éve, ez egyik szvittemet, kórus szvittemet, Balla. Mikor lett megírva? Az a 60-as években lett megírva, és az is feküdt, még fekszik. Igen, modernebb. Igen, mert modernebb hangvételű dolog. Úgyhogy még az is arra vár, de tanulják, tudom, hogy tanulják. Balladákat írtam, amit már említetted, szintén, ami elég nehéz.
A hírhet 60-as évek, akkor voltak divatosak azok a sok kritikák, ami megjelent a sajtóban. Én emlékszem akkor, hogy támadták itt Erdélyi Béla festőművészt, aki igazán Európa szintű csodálatos festőművész volt, és őtet is annyira támadták. Te is féltél attól, hogy mindenféle izmusokért téged is fognak bántalmazni? Hát én is féltem, nem tudom, hogy ki volna az, aki azt mondaná, hogy én nem féltem, és én bátran csináltam. Mégiscsak ezzel számolni kellett. Ja, és mikkel vádolhatták a zeneszerzőt? Hát például? Ugye formalizmus volt az egyik vád. Hogyha valami nem tetszett, hát az igen, formalizmus. Esetleg nem tudták előadni? Kozmopolitizmus. Hát szintén egy olyan néző, hogy hát kérem szépen, ebben nincsen patriotizmus, ugye, nincs semmi. Szóval ez volt a két fővád, amivel agyon tudták verni az embereket, már így szimbolikusan. Hát ez, az embernek nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy beleessen ebbe a Na de csapon. Az utolsó időben azért ez enyhült egy kicsit. Hát és, természetes. És nagyon sikeres hegedűversenyt írtam. Igen. Milyen inspirációra? Igen. Hát azt például felkértek engem, elsősorban meg kell, hogy mondjam, hogy egy nagyszerű hegedűsünk volt akkor, aki a Moszkvai Konzervatóriumot elvégezte, és
még osztrák osztályában, az nem közvetlen nála, de ez viszont ugye tanítványa volt, és nagyszerű hegedűs volt. Jelenleg Mexikóban él, úgyhogy bizony sok jó zenészt adott ez a kis Kárpátalja, de sokan mentek el különböző helyekre, úgyhogy... És ott érvényesülnek. Hegedű versenyről azért egy pár szót. Na, hát hegedű verseny tulajdonképpen ilyen hegyi témákra, hogy így mondjam, van írva. Bár nem mondhatom azt, hogy citálom őket kimondottan, csak a stílusa olyan ruszinos hegyi lakóknak a dalaira van ez komponálva. És viszonylag egy rövid idő alatt írtad ezt a versenyt? Igen, elég megvolt a lehetőségem rá, hogy több időt szenteljek erre a darabra. Már csak azért is, ugye, mert megvolt, szóval a rendelés kötött a dátumhoz, hogy mikor kell leadnom. Ugye a minisztériumon kötöttem szerződést, ők kértek fel tulajdonképpen, amiért nagyon hálás voltam, és akkor hát itt csak így tud születni nálunk valami, hogyha támogatják. Igen. Úgyhogy elég hamar megcsináltam, és... Elő lett adva? Elő lett adva több városban is. Ungváron vagy kétszer, vagy háromszor. Azt hiszem, hogy a zeneszerzők kongresszusán is elő lett adva. Elő lett adva. Sikerrel. Nem olyan régen a tévében is be lett mutatva egy nagyon híres pestőművész, Manuel Ferencnek írott darab, a Kárpátaljai Rapszódia. Hogy is jutottatok Skrobinec? Ez megint Skrobinec a költővel függ össze, az, aki mondom, a műfordító is. Az ő gondolata volt, hogy ez az ember megérdemli azt, hogy róla egy ilyen kantátát vagy rapszódiának neveztük, aztán később írunk, de neki szenteljük ennek az embernek. Tudnilik, ez a Manuel Fedor, hát úgy azt hiszem, Kárpátalját senki nem ismerte annyira alaposan, mint ő. Mindenhez értett, ahhoz, hogy varták egyes vidéken, tegyük fel a ruhájukat, mint régen ugye a saját maguk készítették, hogy szőttek. Akkor a templomok építése, ugye ősrégi templomok vannak, és egy szeg nélkül ácsolt templomok. A templom súlya maga megakadályozza azt, hogy ott valami gerenda meglazulhasson. És ezeket a mintákat minden járásban másképp csinálták. Szóval mindenhez értett. Azon kívül, hogy nagy... Zenéhez is. Na, de mint folklorista inkább. Az érdekes volt hallgatni, hogy énekelt, nem volt neki nagy hangja, de azt a stílust, amit sorok között... Elő tudta adni. Igen, abba a stílusban. Ugye azt nehéz le is írni, és nem is lehet pontosan leírni. Thank you.
megkérdezni. 50, ha a cirka 50 év után az ember megint vissza hallgatja azt a zenét, amit 20 évesen írt. Milyen érzés ez? Hát nagyon kellemes érzés volt. Ugyanakkor nagyon sokat aggódtam még előtte, hogy vajon hogy lesz az valahogy, és szinte kételkedtem saját magamban, hogy az jól van-e csinálva, vagy nem. Annyi év után most már más stílusban írok. Ugye ez az ember fejlődik, és változik a stílusa. Úgyhogy tele volt kérdőjellel, hogy vajon jól lesz-e, vajon így, vajon úgy, de megmondhatom, hogyha nem, nincsen ez a két tehetséges ember, akkor még mindig feküdne a fiókba. Az egyik, nem ez a kor. Igen, a Szakács fiú, Emil. Emil, az a kamarakórusnak a vezetője, nagyszerű zenész, nagyszerű karmester, annak köszönhetem, és Hatvani Pálnak, aki és a kamarazenekar vezetője, na és a szólistáknak. Oh.
Az, hogy olyan sikere volt, szinte én magam nem vártam, mert tényleg nem lehet mondani, hogy milyen melegen fogadta a közönség. Talán egy kicsit közre játszott az is, hogy ilyen romantikus története van a darabnak, hogy ugye megírtam, és az feküdt, el is tűnt belőle a fele. Mert... Viszont ha nem lett volna szép zene, és az nem lett volna ilyen sikere a darabnak, úgyhogy ez szívből gratulálok, hát, és sok-sok sikert kívánok a zeneszerzőnek. Még több hát, örömet hozni. Amíg élünk, saját addig... magának is a hallgatók részére. Hát köszönöm a jó kívánságokat, és igyekezni fogok, ameddig bírok dolgozni, ameddig még létezünk és élünk. Hát ez a célom. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Köszönöm szépen, hogy elfáradt a stúdióban.